Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Stúdiónk mai vendége Pápai Károly, a Mezőtúri Wing Chun Kung Fu Harcművészeti Sport Egyesület mestere és elnöke. Köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszönöm, és köszöntöm is a kedves nézőket! A mai műsorunkban szó fog esni majd az Egyesületről, az Egyesület életéről, valamint egy november 21-i eseményről is beszélgetünk majd. Hogyan tudnád nekünk bemutatni elsőként az Egyesület életét? Hány tagja van az Egyesületnek jelenleg? Hát ami mindig tudni kell, maga az a stílus, amit gyakorlunk, ez egy tradicionális dél-kínai stílus, a Wing Chun. Hát egy agresszív önvédelmi rendszer kategóriába szokták úgymond betenni, tehát igazából támadó technikái nincsenek, de viszont kielegészítő elemenként sok olyan dologra megtanítja az embert, ami a hétköznapi életben is tud hasznosítani. Koncentrálás, reflexek, problémával való szembefordulás, tisztelet, alázat, türelem, sok mindenre megtanítja. Maga az Egyesületünk 2010-ben alakult, előtte, mint a Szolnoki Központú Magyarországi Wing Chun Egyesületnek mezőtúri szakosztály működött 2002-től. Jelen pillanatban több mint 60 fővel rendelkezünk, több szakosztályunk van, gyerekcsoport, felnőtt csoport, ezen kívül van egy csikung csoportunk, egy egészségmegőrző mozgáskultúra ez, és egy erősítős kis csoport, egy kondicionáló edzésen, akik részt vesznek. Maga egy, amit mi csinálgatni próbálgatunk igazából, az egészségmegőrzés a fő egyik fő célunk, nem csak az, hogy magára a harcművészetekre tanítjuk meg az embereket, tehát mind a csikung, mind a kondicionás teljesen más részből. A gyerekcsoportunknál fő cél inkább a reflexek fejlesztések, készségfejlesztések, mert sajnos a mai gyerekeknek nagyon nagy problémáik vannak a térlátástól kezdve, mozgáskultúráig nagyon siralmas. Egyszerűen néha nem tudják az egyensúlyukat megtartani, öt guggolásnál, fegyelmezetlenek, türelmetlenek, és ezeket szép lassan megtanítjuk nekik, hogy hogyan is kell ezeket a dolgokat megoldaniuk. Hány éves kortól ajánlott ez a sportág? Hát itt nálunk a legkisebb gyerekünk 4 éves. Őt igazából csak azért kezdik még beszokatni magához a fegyelemhez, a többiekhez, csinálgatja az edzéseket, a mozgásokat, leutánozza. Én amit azt mondom, hogy lehet egy 6 éves kor az, aminél már a gyermekeknek megvan az a szellemi és fizikai képessége, hogy egy gyerek edzés az 50 percet végig tudja vinni. Itt olyan gyakorlatokat mutatunk nekik, amikre ugye hétköznapi életben nem nagyon találkoznak, tehát olyan fajta egészség vagy egyensúlyfejlesztések, reflexfejlesztések. Megtanítjuk esni őket, mert sajnos a mai világban a gyerekekben alap ösztön hiányzik, hogy megvédjék magukat. Ha elesnek biciklivel, vagy hogy jégen, bánul, ezeket ki tudják védeni. Megtanítjuk nekik a térbe való tájékozódás, hogy a repül feléjük valami, bármi, hogyan tudnak azokat a tárgynak magát a látást javítani, hogy tudják a reflexeket, a egyensúlyukat, hogyan tudják javítani magad a félelmet a magasságtól, a tériszony leküzdésére is tanítjuk őket. Majd utána, amikor látjuk, hogy a gyerekekben van igazából affinitás, és a szülőkben is, mert sajnos ezt is meg kell mondani, hogy a szülőket is meg kell győzni, igen, a gyereknek jó készségei vannak, akkor elkezdjük a versenytechnikákat mutogatni, formagyakorlatrendszereket. A küzdelmi rendszerünkben is az alapokat elkezdjük szép folyamatosan tanítani nekik, de ez nem mindenkinek azért. Tehát vannak olyan gyerekek, akik sajnos még nem elég érettek arra, hogy ezeket megmutassuk nekik. Nem azért, mert tiltott, hanem tudjuk, hogy nem tudják, hogy mikor szabad használni, mikor nem szabad használni. A gyerekek próbálkoznak, ottan birkozgatnak, de azért hál' Istennek még mindig kontrollal játsszák ezeket le. Idősebb korban azt mondom, hogy ez maga kortalan. A csikungnál az átlag életkor egy 50 körüli év. A hölgyeknél, a kareszunk, bárki karcsi tartja a csikung edzéseket, nem az erősítésnél, ami én vagyok a vezetője, ott is egy 40 fölötti korosztály jön le, akik szeretnék formába tartani magukat. Ez az edzésünk, a kondicionális, egy teljesen ingyenes edzés heti egyszer van, az is hoztuk létre, hogy mindenkinek úgymondva lehetővé tegyük azt, hogy el tudjon menni egy olyan szervezett helyre, ahol úgy tud mozogni, még ha nem is rendszeresen, ami az egészségének megfelel. Mindenkire személyre szabottan próbálkozunk, tehát nem kötelező minden technikát megcsinálni, minden gyakorlatot, hogy elfárad, leül, pihen, visszaáll, pont azért, hogy jól érezze magát, fitnek érezze magát. Maga a Wing Chun-nak a részei, azok teljesen kortalanok, nem kíván semmi akrobatikus ügyességet, rugalmasságot, dinamikát. Maga ez, mint sokan is gondolják azt, hogy maga a harcművészeteknek repülni kell, mint a kínai filmekben. Hát az egész nagy varázslat trükk, ami ott van, ezt el kell adni.
De maga az igazi kung fu, amiket lehet, hogy életben vannak, az teljesen más. Az Egyesület életében fontosak a versenyeredmények is. Idén is szép eredményeket ért el az Egyesület különböző versenyeken, gondolok itt az Európa-bajnokságra is. Mit tudhatunk a versenyeredményekről? Miket tudnál kiemelni nekünk az idei esztendőből? Hát a legnagyobb eredményeink nekünk, hát amire mi járunk, országos bajnokságok, amire megyünk, és különböző nemzeti bajnokságok, vannak a csávó bajnokságok. Voltunk kint az Európa bajnokságon kívül testvéresünk Törökbecsinnél Európa kupán, ott is nagyon jó eredményeket hoztunk el. Most szombaton voltunk a döntőn, a Magyar Kung Fu Szakszövetség országos vagy magyar bajnoki döntőjén. Hát azt kell tudni, hogy 9 versenyzővel mentünk el, 3 küzdővel és 6 formás versenyzőnkkel. Gyerekkorcsoport is volt közben, és 10 arany, 2 ezüstöt hoztunk el. Tehát a gyerekeknél, a kicsiknél az utánpótláskorban nagyon szép eredményeket tudunk elérni. Formagyakorlatban, mert a szabályrendszer egyelőre még a 12 évkor alatt, az országos nagy szakszövetségi verseny 12 évkor alatt nem enged, küzdelmi kategóriában nevezi gyermekeket, de formagyakorlatrendszerben, amit hál' Istennek 2 éve ki tudtunk úgymond van harcolni, hogy maga a Wing Chun forma rendszer is legyen alkalmazva, amit a nemzetközi szervezetek is elfogadnak, ez a EWF és a IWF is, tehát a Európa és a Nemzetközi Wushu Szövetség, itt Magyarországon is most már meghonosodott, ott a mezőtúri csapat hozza a prímet. Ott nagyon szép a gyerekik. A felnőtteknél most már átléptünk, most már a csindából, a lájkontakból, a full kontakt kategóriában, mert nagyon jó a versenyzőink, ott a gyönyörű aranyérmeket hoznak a srácaink. Van egy-két érdekes élményünk, hogy van olyan, hogy az ellenfél nem mert fölállni a srácunk kell, a harmadik meccset már nem merte válni, mert úgy le lett kenve. Tehát ez nekünk nagyon jó érzés volt. Hát a Starazogóra, vagy a Starazogórában, igen, mikor voltunk az Európa-bajnokságon, hát ottan elsőnek a Wing Chun Európa-bajnokság volt megszervezve, ez ott az első Wing Chun bajnokság, amit főleg az orosz versenyzők képviseltek nagyon. Az oroszokról tudni kell, egy fantasztikus jó versenyző. A wushuban a modern, mint a tradicionális, tehát a formagyakorlatrendszerekben hihetetlen dinamikával tudnak dolgozni. És hát ott a magyaroknál is 3 versenyzővel ment a szövetségünk, abból egy mezőtúri volt, a Pápai Bernadett a lányom, ő pontszerző 6. helyet érte el a kategóri Jump Q kategóriából. A küzdelmi versenyeknél is nagyon szép eredményünk lett, egy Európa-bajnokunk, majd utána mentünk ki Törökbecsére, ott kaptunk meghívást Radenko Tadic-tól, a Szerb Kung Fu és Wushu Szövetség elnökétől egy nyílt Európa-kupára. Ott arról tudni kell, hogy több mint 10 ország részvevői voltak ottan, és közel 200 versenyző. Ott 3 versenyzővel mentünk ki Szanda kategóriába, 1 ezüst és 2 aranyéremmel jöttünk haza. Nagyon jó verseny volt, tapasztalt szerzés fantasztikus. Ott megismerkedtünk több Wing Chun vezetővel, mert voltak Wing Chunosok is, szerb Wing Chunosok, kapcsolatépítése nagyon jó volt. Megbeszéltük, hogy folytatjuk ezt a kapcsolatépítést, megpróbálunk egymás versenyre elmenni. Hát ezeket persze már egy évre előre egyeztetni kell, a terveket úgy kell összehozni, edzőtáboroktól, szeminárok, minden. De jövőre már tavasszal elkezdjük, ők is jönnek, mi is megyünk. Egyelőre nekünk a versenyeztetés nem a fő profilunk. Tehát ez egy kiegészítő rész, mert maga a Wing Chun nem egy verseny orientált. Mert a versenyen, amiket kell gyakorolni a versenyzők, de küzdelmi részek, az nem a Wing Chun részei. Ez egy leszabályozott szabályrendszer, a csinda, ami a lájkontakot jelenti, és a szanda, a szanszó, ahogy a kínaiak mondják. Ezt mindenkinek ugyanazt kell gyakorolni, akár a sáskás, saolinos, bármelyik rendszer, pakuától kezdve, bármelyik rendszernek a gyakorlója. Ez egy teljesen új rendszer, igazából egy új stílus tanulnak meg azok a versenyzők. Az a tanítványunk, aki mindegyikben jó akar lenni, hát annak oda kell tennie magát, mert meg kell tanulni a formagyakorlatrendszert, meg kell tanulni magának a Wing Chun-nak a tradicionális küzdelmi rendszerét, és a küzdelmi részt is. Ez egyszerűen 3 stílus. Gratulálunk az Egyesületnek ezúton is a szép eredményekhez, és lesz verseny itt Mezőtúron is, november 21-én. Nem először rendezik meg az Országos Magyar Wing Chun Bajnokságot. Mit tudhatunk a versenynek az előzményeiről? Hanyadik alkalom ez? Hát itt Mezőtúron a 3. alkalommal rendezzük meg. Mint említettem, hogy a Wing Chun nem egy versenyorientált, és én nekem nagyon szívügyem volt mindig is úgymond egy kicsit a versenyeztetés, hogy behozzuk azokat a gyerekeket a rendszerbe, hogy akik nem kimondott azokat a iskolákba járnak, szanda iskolákba, akik küldik a versenyzőket a versenyekre. 2011-ben volt az első ilyen versenyünk, még akkor a Rákóczi általános iskolában a stíluson belül volt, tehát a mi a tradicionális csehú stílusnak vagyunk a gyakorlói, Szifi Hoá Zoltánnak a tanítványai vagyunk,
és őnek a különböző iskoláinak voltak itt a rendszeréből, voltak itt srácok, versenyzők, fiatalok, öregebbek, idősebbek. Akkor még csak lájkontak is formagyakorlat kategória volt. Majd tavaly rendeztük meg a másodikat, mert 2012-ben a kisújszállási iskola kérte meg a rendezési jogát. Tavaly mi rendeztük, ott már egy új kategóriát vezettünk be, a Csiszaót. Ez egy csak a Vincsúra jellemző tapadókéz nevezetű gyakorlatrész. Ez egy stop személy jellegű verseny. Nagyon dinamikus, nagyon gyors, és sokan mondták agresszív. Nem agresszív, csak gyakorolni kell. Idén már ismét bővítünk, tavalyi évhez képest, mert tavaly már meghívtunk külső vincsun iskolákat is. Nem csak a jó stílusok voltak itt a tanítványai. Szegedről a Lománkán iskolából jöttek el Szifutót Zoltánék, és több iskola is képviseltette magát megfigyelőként, hogy igazából mi is ez, mert hát ők még nem is jártak versenyekre. Idén rajtunk kívül, és a Tóth Szifújékon kívül még négy iskola jelezte, hogy igen, szeretne részt venni, küld is a versenyzőit, be is regisztrálta őket. Rajtuk kívül még jönnek a Romániából Ilien Micuék csapata Nagybányáról, ővelük a Európa-bajnokságon ismerkedtünk meg, ő is egy másik vincsú stílusnak gyakorlója, nekik a nagymesterük Amerikában él, és törökbecsérő jönnek Radenko Tadicsék, ők szandába indulnak, és tehát idén még egy plusz kategória indul be, a szanda is, tehát a full contact, light contact, ahogy Magyarországon jobban így el vannak terjedve, a formagyakorlat és a csiszaó. A nevezések számára csak annyit, még tavalynak majdnem a másfélszerese van még meg, és még több iskola jelezte, hogy küldenek versenyzőket. Azon kívül még a Magyar Kúfuszak Szövetségnek a egyesületét is meghívtuk a küzdelmi részbe, tehát akik nem vincsonoznak. Jelezték sáskások, sáskasírus és saolins versenyzők is, hogy igen, jönnének. Részt vesznek a bíráskodásba is, tehát nem csak versenyeztetek meg abban a szervezésbe is, kezdenek beszállni mások is. A Városi Sportcentrumba várják igen. Tehát a versenyzőket és a nézőket november 21-én. Ez egy szombati nap egyébként. Igen. Hogyan fog felépülni a program? Mi várható a délelőtt és mi várható a délutáni órákban? Hát előre láthatóan úgy tervezzük, hogy 10 órakor kezdődik a Herceg Zsolt polgármester úr által megnyitott verseny. Majd a megnyitó után nem sokkal elkezdjük két páston a magát a versenyzést. Az első rész lesz a Csiszaó rész. Utána ugyanazon a részen, mivel hogy nem kell egy kiemelt tataminak lennie, ott jönnek a forma kategóriák, forma versenyek, majd közvetlen mögöttük a másik páson meg már küzdelmek a szandával kezdjük, majd utána jönnek a light contact versenyzők. Erről láthatólag, hát én este 6 órára várom a teljes zárást, ottan még közben mennek a díjkőosztások, nem egyszerre szeretnénk, mert valaki közel 400 kilométer jön hozzánk, hogy akkor időben el tudjon indulni haza. A román versenyzők is jelezték, hogy ők szeretnének gyorsan aznap haza menni, pedig beszéltük velük, hogyha kell szállásbiztosító nekik, mint a Radenko úréknak is, hát ők jönnek már pénteken, ők profik, tehát tisztában vannak vele egy ilyen verseny előtt, jobb frissen lenni a versenyzőnek és frissen is haza menni. Szóba került már a nevezés, azonban, hogyha valakinek felkeltettük még az érdeklődését, akkor van-e még lehetőség nevezni, van-e nevezési határidő? Tehát nevezni azoknak az egyesületeknek lehet, akiket mi meghívtunk. Tehát az, hogy most bejön valaki az utcáról is szeretne nevezni, ilyen nincsen. Tehát itt a kritérium minimum egy szakszövetségi tagság. Vagy olyan egyesülethez járni, akiket mi meghívtunk, vincsun egyesületnek lennie. Ezen kívül sportorvosi alkalmassági vizsgának lenni kell, és egy jó edzőnek, aki ismeri a szabályrendszert. Tehát ott tudja, hogy mire készítette fel a versenyzőit, mert akár a küzdelmi szabályrendszerek, amiket most már lehet látni a tévében is, a K1-től kezdve Thai box, kickbox, mind ugyanarról szól, fő motivumban ütés-rugás kombináció, de vannak külön szabályok. Itt nálunk egy csindában is és szandában is külön szabályrendszer van, mint felszerelésre, mint technikai repertoára, mint pontértékre, mint küzdőtérre, más a szabályrendszerek. Itt nálunk a küzdőtér egy 8x8 méteres nyílt szabad tatami rész, onnan le lehet dobni, rugni, ütni az ellenfelet. Tehát nálunk ugyanúgy vannak dobások is, mint a judóban, vagy a cselgásban, vagy mondják, vagy birkózásban, ütés-rugás, mert maga a szanda az a kínai box és a kínai birkózásnak a keverése, és ezen kívül még pontértékű hatat, amiről lelökik, ledobják az ellenfelet. Ez egy tradíció, annak idején Kínában minden városban a főtéren volt egy 3 méter magas emelvény. Ha valakinek nézeteltérése volt, a másik oda fölmentek, lejátszották, és onnan való leesés, az már a kikapást jelentette, a vesztés, és ennek a tradíciónak eltának emléket a kínai szervezők, tehát a verseny kitalálók, hogy na akkor ezt tegyük és befele. Mi is átvettük természetesen, mert ez egy nemzetközi szabályrendszer.
Megnézni bárki megnézheti. Tehát maga a rendezvény nézőknek ingyenes. Nem kérünk belépő díjat pont azért, mert szeretnénk népszerűsíteni a stílusokat. Ottan lehet találkozni versenyzőkkel, lehet velük beszélgetni, tehát nem egy zárt közösség, csak hát a nézők az lesznek zárva, tehát a versenytér ott nem lehet bemászkálni. Hogyha valakit érdekel ez a sportág, akkor itt Mezőtúron milyen lehetőségei vannak, hol lehet jelentkezni? Hát az edzéseinket a Rákóczi úti általános iskolába tartjuk, minden nap vannak edzési hétfőtől péntekig, hétfő szerda pénteken 5 órától, délután 5 órától este 6 óráig van a gyermekedzésünk, majd 6 órától közvetlen este 8 óráig a felnőtt edzések. Keddenként este 6 órától van Márka Karcsi vezetésével a csikunk, csütörtökönként még a fizikai erősítések este 6-tól 7 óráig. Tervezzük még azt, hogy még egy plusz szonda edzéseket behozunk a keddi napokra, mert most már olyan szintű igény van a versenyzőink által a plusz edzésekre, hogy még akkor az is benne lesz téve, és a csütörtöki napon még tervezünk különböző formagyakorlat verseny rendszerbe való edzéseket. A vusút szeretnénk lehozni Magyar Mezőtúrra. Maga a vusú egy nagyon látványos sport, hogy érthető legyen, a ritmikus sportgimnasztika és arcművészet keveréke. Aki egyszer meglátja, szeretni fogja. Csodálatos. Az edzésekre ott lehet jelentkezni akár személyesen, hát inkább így mondom személyesen, telefonba is el lehet érni minket, vagy az interneten, a Facebookon. Hát a gyerekek, ha jönnek, én úgy szoktam, hogy 6 éves kortól, tehát 12 éves korig a gyerekedzés, akkor megkérnénk a szülőt, maradjon az első 3 edzésen, hogy lássák, hogy mit kapnak, mit adunk, hogy hol van a gyermeke. A felnőtt edzések azok este 6 órától vannak, ott persze nem kell szülői felügyelet. De volt már rá példa. Köszönjük szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánunk az Egyesületnek, mind az Egyesület életében sok sikert kívánunk, illetve a november 21-i bajnoksághoz is. Nagyon szépen köszönöm. Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták, további kellemes napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!